Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk az egység. Ha azt mondom, hogy egység, akkor mi jut eszedbe erről? Ez nem egy könnyű téma, nagyon sokat lehet róla beszélni, mégis azt mondom, hogy a legjobb megélni az egységet. Van fönt a YouTube-on egy nagyon jó kis gyakorlatom, egységtudat meditáció címmel. Ezt javaslom rendszeresen végezni, úgy hetente legalább, és meg fogod látni, hogy végzed a gyakorlatot, egyre nagyobb egységélményed lesz. Mikor azt mondom, hogy egység, akkor a kivel való egységre gondolok? Nos, igazából mindenre. Szokták mondani, hogy minden embernek saját igazsága van, és ez így is van, mégis létezik egy abszolút igazság. Egy abszolút igazság, ami nem más, mint az, hogy minden egy. Ezt nem intellektussal kell megérteni, hanem személyes megtapasztalás által megélni ezt az egységet. Amikor valaki ezt megtapasztalja, akkor eltűnik az egónak a küzdelme. Rájövünk arra, hogy az isteni gondviselés nem csak, hogy szeret minket, és támogat minket, hanem igazából ebből az ősi szeretetből alakított ki minket. Mi is része vagyunk ennek a végtelen szeretetnek, és mindenki része ennek a végtelen szeretetnek, te is, az összes ismerősöd, barátod, rokonod, családtagod. Minden tárgy, ami körülötted van, ebből a végtelen szeretetből van. Ennyire egyek vagyunk mindennel és mindenkivel. És milyen csoda lenne, hogyha ezt képesek lennénk átélni életünk minden pillanatában. Hogyha minden pillanatunkban, minden döntésünkben, minden cselekedetünknek a motorja, ez a végtelen szeretet lenne. Én azt gondolom, hogy minél magasabb a fejlettségünk, minél jobban emelkedünk ki az anyagból, minél magasabb szellemi minőségeket tudunk megélni, annál közelebb vagyunk ehhez a végtelen szeretethez, ami a rész, az életünk része, a létezésünknek a része, amiből vagyunk. Igazából ahhoz közelítünk folyamatosan, hogy ezt a végtelen szeretetet, ezt megtapasztaljuk, hogy most is ez van. Hogy igazából nem kell semmit tennünk azért, hogy ez a végtelen szeretet, ez az életünk része legyen, mert valójában most is az. Mi, mint emberi minőségek rendelkezünk azzal a képességgel, hogy a szeretet áramlását azt korlátozzuk. És amikor korlátozzuk a szeretet áramlását, akkor fel tudunk venni negatív jellemvonásokat, tudunk haragudni, tudunk féltékenyek lenni, lehetnek kételjeink. És ez mind azt mutatja, hogy amikor ezeket az érzéseket éljük meg, akkor nem vagyunk a szeretet állapotában. Akkor korlátozzuk a szeretetet, és nem csak, hogy önmagunkat nem szeretjük, hanem azt a másik embert sem szeretjük ilyenkor, aki felé megéljük ezeket az érzéseket. Nem fogadjuk előtt például olyannak, amilyen. Korlátozzuk a szabadságában. Például egy féltékeny ember korlátozza a féltékenysége tárgyát a szabadságában. Ugye nem akarja, hogy az a másik ezt vagy azt így és úgy megélje. Birtokolni szeretné azt a másik embert. Ugye úgy mondjuk, hogy féltjük azt a másik embert. De valójában mitől féltjük? Valami olyan jövőbeni eseménytől féltjük, vagy önmagunkat féltjük igazából, mikor féltékenyek vagyunk, vagy a másikat. Egy olyan eseménytől féltjük, ami,
amit még nem következett be. És lehet, hogy sosem fog bekövetkezni, de mi negatív érzéseket teszünk abba a kapcsolatba, és ezt kommunikáljuk is a másik felé, és ezáltal mit csinálunk? Az ő szeretetét is korlátozzuk, lehúzzuk őt a mi szintünkre, a mi negatív érzéseink szintjére húzzuk őt, akkor is, amikor haraggal fordulunk valaki felé, akkor is lehúzzuk őt a mi haragos szintünkre, és távolítjuk tőle a szeretet élményét. Amikor valaki szeretetben van, akkor hát minél nagyobb szeretetben van, annál inkább jelen van. Mikor igazán jelen vagyunk, itt és most, és nem aggódunk a jövő miatt, nem búslakodunk a múlt miatt, csak egyszerűen jelen vagyunk és szeretünk, akkor béke van bennünk. Harmónia van bennünk, egyensúly van bennünk. Amikor kibillensz az egyensúlyodból, akkor térj vissza a jelenbe. Vedd észre, hogy itt és most nincs semmi probléma. Nincs semmi negatív érzés, nincs semmi negatív dolog. És haladj a szeretet irányába. Engedj el minden olyan dolgot magadból, ami korlátozza benned a szeretet áramoltatását. Minél nagyobb egységben vagyunk, annál nagyobb szeretetben vagyunk. Mert a végső állapot az a teljes szellemi-lelki összeolvadás, hogy nem érezzük a különbséget a másik ember és magad között. Ugye mi egy testlélek-szellem hármasság vagyunk, és a szellemi minőséged az folyamatosan az egységre törekszik. Folyamatosan. A fizikai tested az pedig az elkülönülést. A fizikai világ az elkülönülést mutatja. Ugye más a testünk, tehát nem tudunk összeolvadni a másikkal, mert beleütközünk a testekbe, de szeretünk különbözőek lenni, kitűnni, más ruhát, autót, házat, párt birtokolni. Ez a fizikai valóság, de ennek a testlélek-szellem hármasságnak mégis együtt kell dolgoznia, és a fizikai elkülönülés és a lelki egység között ott feszül a lélek, vagy asztrális minőség az érzelmeinkkel, és ezért korbácsolódnak úgy az érzelmeink, mert az egyik az egységbe húzna minket, a másik pedig az elkülönülésbe húzna minket, és ugye ez két külön irány, és kialakulnak az érzelmek, amik ugye viaskodnak bennünk, de ha észreveszed ezeket a negatív érzelmeket, negatív érzéseket, vagy negatív jellemtulajdonságokat, akkor haladj az egység felé. Haladj az egység felé, hogy elcsendesedjenek benned ezek a negatív dolgok. Bocsásd meg őket, engedd el, értsd meg. Legyen benned minél kisebb, kevesebb vihar, minél kevesebb feszültség, hogy egyre közelebb legyél az egységhez. Létezett egy birodalom, a fénykultúrája, talán nem is jó szó, hogy létezett, inkább létezik egy birodalom, a fénykultúrája. Ez az első hely, ahol leszülettél legelőször ide a fizikai világba, és itt még óriási egységben léteztél. Óriási egységben, nagyon nagy szeretetben, elfogadásban, önzetlenségben, befogadásban, így tekintettél a másik emberre, képes voltál bárkit a kebledre ölelni, és nem volt ez a magántulajdonnak a birtoklása, hanem minden egy volt, mindenkié volt, minden. Van nekem egy képzésem erről, a fénykultúrája képzés, nem sokára fog indulni, február 29-én lesz ez a képzésem, és ott lehetőséged van megtapasztalni, hogy milyen az az egység. Hogy milyen az, amikor nagyon nagy szeretetben vagyunk. Amikor nagyon nagy egységet élünk meg, nem csak emberekkel, hanem állatokkal, növényekkel. Kiterjesszük az egység tudatodat egyre szélesebben,
áthelyezzük a tudatunkat más emberbe, más élőlénybe, például megtapasztaljuk, hogy milyen egy oroszlánban létezni, milyen az ő minősége. A tudatáthelyezéssel nagyon sokat tud javulni az egység tudatod, az egység élményed, az egységben élésed, mert minél jobban látod a másik nézőpontját, és tudatáthelyezéssel ez történik, annál jobban megérted őt, annál közelebbnek érzed magadhoz az ő minőségét, és minél több ilyen tudatáthelyezést csinálsz, annál inkább tágul a te világképed. És minél nagyobb egységben vagy, annál nagyobb a szabad akaratod is. Mert az isteni gondviselés akkor tud neked nagyobb szabad akaratot adni, amikor felelősséget vállalsz a saját döntéseidért, önmagadért, a saját minőségedért. Szeretettel fordulsz az embertársaid felé, és önmagad felé, és segítséget tudsz nyújtani önmagadnak és embertársaidnak. Így sokkal könnyebb rád bízni a szabad akaratot, hogy okosan használod, és segítve használod önmagad és mások megsegítésére. Szóval február 29-én a fénykultúrájá képzésen megtapasztalod ezt az egységet, megismered azt a lényt, aki teremtette ezt az univerzumot, pontosabban ezt a fizikai világot, és magát a naprendszert, ez az ő munkájának az eredménye. Hogy honnan jöttél, és hogy hova tartasz, mert valójában ezt az egységet szeretnénk elérni szabad akaratunkból, a saját minőségünk döntése alapján. Nem sokkal rá, 2 hétre, március 14-én tartok egy képzést, aminek az a címe, hogy szeretet képzés. És most ebben a videóban nagyon sokat beszéltem a szeretetről. Ott nagyon sok gyakorlaton át tanuljuk meg áramoltatni a szeretetet, áramoltatni önmagunk iránt, szeretni önmagadat és mások iránt. Azért kezdtem az önmagunk szeretetével, mert csak annyira tudsz mást szeretni, amennyire önmagadat szereted. Így először az önmagad szeretetét kell gyakorolni, és utána tudsz mást is öntözgetni a szereteteddel. Március 28-án lesz a most eleje képzés, ahol jelenlétet tanulunk. Jelenlétet, gondolatok uralását, a hálát, hogy bizony légy hálás mindazért, amit van. Itt is tanuljuk a szeretetet áramoltatni, de ez egy sokkal összetettebb képzés, itt 32 gyakorlatunk van a nap folyamán, több témát érintünk, ennek része a szeretet, a hála és a gondolatok uralása is. Április 18-án tartom a belső békeképzést, ami megint csak a gondolatokról szól, egy kicsit egy önismereti képzés is, mert a gondolataink mindig rólunk szólnak. Azok a gondolatok, amik foglalkoztatnak, azok a gondolatok, amik elvisznek a jelenből, az rólad szól. Érdemes ezeket a gondolatokat megfejteni, megérteni, és rendbe tenni magadban mindazt, ami kiváltotta benned ezeket a gondolatokat. Mert ha rendbe teszed, akkor legközelebb ez már nem egy kampó rajtad, amin keresztül rángatható vagy, amin keresztül az agyad el tud vinni a jelen pillanatból. Minél tisztább vagy, annál jobban jelen tudsz lenni, és annál jobban képes vagy megélni az egységet. Ehhez érdemes magad tisztítani, rendszeresen naponta, napi szinten. Van nekem egy listám, amiben 513 darab jellemvonás van benne, és egy 11 oldalas hitrendszer lista. Ha feliratkozol a videó alatt lévő hírlevelemre, akkor
ott van egy link, rákattintasz kétszer, mindegy, hogy mit ír ki, de kétszer rákattintottál, mert fönn is vagy, és rendszeresen küldöm neked, és ebben benne van ez a két lista is, amit javaslok végignézni, kitölteni, mi az, ami igaz rád, melyik az a jellemvonások, és ha már tudatos szintre hoztad, már tettél egy lépést önmagadért, hogy ezt a bizonyos asztrális minőségedet, lelkedet kipucold, rendbe tedd, és egy sikeresebb, boldogabb, békésebb életet élhess. Ha ennél is többet szeretnél tenni magadért, akkor van két nagy képzésem, egy 2 éves és egy 6 hónapos. A spirituális önfejlesztés tanaképzés április 26-án indul, ez egy 6 hónapos képzés, 4 hetente vannak a fokozatok, 8 fokozatból áll, és itt megismerheted magadat, és rendbe teheted magad, kezdjük a fizikai testeddel, aztán az asztrál, és lelki minőségeddel, és aztán a szellemi minőségeddel, nagyon részletesen megismered magad, és rendbe teszed a jellemvonásaidat, van szó a személyiség típusokról elég hosszan, ahol nagyon részletesen megismerjük ezeket, és isteni minőségekké alakítjuk át őket. Megtanuljuk uralni az érzelmeinket, és tiszta szeretetté alakítani, elengedni a félelmeinket, rendet tenni a fejünkbe a gondolatok terén, képesek vagyunk megtekinteni más életeinket, és tudatosítani, hogy többek vagyunk ennél az életnél. Tanulunk nagyon erős teremtő technikát, amivel képes vagy bármilyen vágyadat megélni és elengedni. Aztán tanuljuk az ok-okozati szálak elvágását, hogy hogyan tudod semlegesíteni a karmádat, a sorsodat, hogyan tudsz egyre tisztább és boldogabb életet élni, és eljutunk egészen a felsőbb énig, a te őrangyalodig, te teremtődig, és a vele való egység megélését is megtapasztaljuk a 8. fokozaton. Ez a képzés beszokott telni, tehát javaslom, hogy időbe jelentkezzél rá. Van egy honlapom az éptestben-éplélek.hu, ahol minden képzésemről részletes leírást és bemutatkozó videót találsz. És van a nagy képzésem, az spirituális erők tanaképzés, ami május 16-án fog indulni, szintén be szokott telni a képzés, tehát javaslom, hogy időbe jelentkezz rá. Ez egy 2 éves képzés, csodálatos képességek birtokába tudsz kerülni, egy óriási megtisztulási út, testélek, szellem, hármasság szinten uraljuk a 4 elemet, tűz, víz, föld, levegő, és ahogy emelkedünk fel, különleges képességek birtokába jutsz. Ezek nem csodák, hanem pusztán a szellemi felemelkedés kísérő jelenségei, ilyen a tisztán látás, hallás, érzés, asztrális utazás, mentális vándorlás, nagyon sok olyan technika, amiben tehetsz a saját egészségedért. Oké. Szeretném megköszönni, hogy meghallgattál. Javaslom még egyszer ezt a bizonyos egységtudat meditációs gyakorlatomat, amit megtalálsz a YouTube-on. Ennek a videó végén is rá tudsz klikkelni, mint egy linkre. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. See ya.